Az 1920-as évekbe kalauzolta el az érdeklődőket a 21. borszalon, melyet idén megújult keretek között fiatalos helyszínen rendezett meg az Egri Borvidék Hegyközség Tanácsa. Az est házigazdája Feke Pál volt, aki bevezette a résztvevőket a rendezvény történelmébe, majd elmondta, ő is szereti az egri borokat. Az a helyzet, hogy az egri borokat, az egri borvidék borait nagyon szeretem, és nagyon tisztelem a borászokat, akik itt vannak. Tóth Sándor borász testvérével és párjával érkezett az eseményre, ahol szakmai szemmel is értékelte a kínálatot. Elmondta, ez már a harmadik alkalom, hogy részt vett a programon. Nekem tetszik, hogy pont a két ünnep között van, így a családdal, testvéremmel többen el tudunk jönni, tehát egy pont jó időpont a karácsony után, és egy picit ráhangolódva a szilveszterre, és úgy gondolom, hogy ez egy nagyon jó esemény a boroknak is, hogy szépen méltó módon tudjanak bemutatkozni. A megújult esemény célja továbbra is, hogy a borvidék pincéi bemutathassák kínálatukat, illetve hogy a szakemberek megosszák egymással tapasztalataikat. A Tummerer pince főborásza elmondta, úgy látják, a fiatalok egyre kevesebb bort fogyasztanak, ezen közösen szeretnének változtatni. Azonban hozzátette, a borszalon nem csak a szakmázásról szól. Mivel túl vagyunk az ünnepeken, és előtte vagyunk még a szilveszternek, azt gondolom, hogy egy kis ráhangolódás, mi is például hoztunk egy nagyon szép likőrözetlen nyerspesgőt, amivel már a szilveszterre készül, illetve jellemző az összes borászatra, az összes kollégára, aki megjelent, hogy a pincészeteknek általában a csúcsborai kerülnek ide erre a rendezvényre. Tehát most igazából sehol senki nem tud mellé nyúlni, azt merem mondani. Ahogy az Egri Borvidék Hegyközség Tanácsának elnöke fogalmazott, harc folyik az alkoholos italok piacán. Elmondta, csökkenő tendenciát mutat a nedű iránti kereslet, valamint a fogyasztói szokások is változásokon mennek keresztül. Változik az éles stílus, tehát a nehéz fizikai munkát, fizikailag talán kevésbé megterhelő munkafolyamatok váltották föl, és így más a fogyasztási igény a bor tekintetében is, inkább a könnyedebb gyümölcsösök irányába is nyitnak. Hozzátette, az új helyszín segíthet abban, hogy a fiatalabb generációs borfogyasztóvá váljon, melynek része az is, hogy az egyetemi hallgatók megismerjék a kultúrát borfogyasztást.